Sziasztok! Én Evelyn vagyok, és ez egy újabb videó, amiben azt fogom nektek bemutatni, úgymond, hogy milyen társasjátékaim vannak otthon. Lehet, hogy ez nem nagyon érdekes, de ez ilyen sorozat lesz, mert ma csak négy társasjátékot fogok nektek bemutatni, de amúgy van több is. És elmondom, hogy minek mi a lényege. Azon népszerűbb játékoknál nem fogok annyi sokat magyarázni. Elsősorban bocsánatot szeretnék tőletek kérni, mivel tegnap kellett volna lennie egy videónak, de nem tudtam elkészíteni, mivel késő jöttünk haza Telki bányáról, így hát nem sikerült, így hát már teszem fel ezt a videót, és ugyanúgy lesz, mint eddig, hogy minden második nap teszek fel egy videót. Utána a jövő héten nem lesz, nem is tudom, ennyi napig, mert táborban leszek. Na jó, van, hát akkor kezdjük is. Az első társasjáték, ami van nekem, hát az a Scrabble. Kiskoromban, amikor láttam ezt a játékosoknál, ezt mindig azt mondtam, hogy jé, ott van a Scrabble. Scrabble. Ilyet mondani, Scrabble. De amúgy Scrabble, és ez magyarul van, van egy ilyen táblácska, ahol vannak ilyen nagy kétszeres betűérték, háromszoros betűérték, és ezek azért vannak, mert ebben a kis zsákban, ilyen kis zsákban, macska félség, vannak ilyen betűk, és a betűk alatt szám van. Ezen mondjuk egy M betű van, és alatt egy egyes számú van. És amikor rálakom a kétszeres betűértékát, akkor kétszeres betűérték kétszer egy, az kettő. Ez nagyon könnyű, és úgy kell igazából, hogy vannak ilyenek is, és ezeket meg kell tölteni, persze, hogyha attól függ, hogy mennyien játszunk, összesen négy embernek lehet játszani, és egy embernek nem, természetesen, úgy nem érdekes, és ezt a kis, nem is tudom mi ez, ezt meg kell tölteni ezekkel a kis kockákkal, négyzetekkel, 8 négyzetet kell beletölteni, és azokból a betűkből lehet válogatni szavakat. És az a fő, hogy innen kezdődjön a szó. És aztán mehet erre, fel, le, mindenhova. Csak aztán, hogy értelmes szó legyen. És írjuk a pontokat. És akinek több pontja lesz, természetesen az nyer. A következő, úgymond társasjátékom, az nem is igazán egy társasjáték, hanem ez egy Magyarország kvíz, ami több mint 1000 kérdéses. Az egész úgy van, hogy 4 pakli van, kártyapakli, és kérdésekkel teli. Szóval itt van egy ilyen kártyapakli, és mint látjátok, itt ezek a kérdések. Van kék, sárga, zöld, piros és fehér. Van egy gurító kocka is. Ha gurítasz egyet, mondjuk most nekem kék jött ki, akkor a kék kérdést kell felolvasnunk. Mondjuk, kinek a hajóit fúrta meg búvárkund? Ezt mondjuk nem tudom. Szóval, és a másik oldalon vannak a válaszok. Harmadik Henrik német-római császár hajóit. És amilyen szín gurítunk, olyan kérdést kell feltenni. És hogyha feketét gurítunk, akkor lehet választani, hogy egy szín. De persze a kérdés azt nem látod, hogy milyen kérdés van az alatt a szín alatt. És hogyha jól megválaszolod a kérdést, egy olyan színű szelvényt kapsz. És itt is, akinek több szelvénye lesz, az nyer.
A következő társasjáték, hát az már mondhatjuk azt rá, hogy egy igazi társasjáték, az a gazdák, hogy okosan imádom ezt a játékot. Persze Monopolim is van, azt már szerintem a következő részben fogom nektek megmutatni. És hát tudjátok, itt is van egy ilyen tábla. Ez az igazi, régi gazdák, hogy okosan. Ilyen, hú, nem is tudom, hogy hogy kell így a kamerában megcsinálni. Egy ilyen gazdálkodj okosan tábla. És persze ez nekem euróval van. De van persze forintos is, szerintem. És hát gurítasz, mész, és akkor valahol fizetni kell, valahol szerencsekerékon is kapsz pénzt, vagy valahol leég a házad, és az nyer, aki hamarabb felépíti a saját házát, amúgy ilyenek vannak. Ilyen eurósok. És a következő, ami egyben az utolsó is, az a társasjáték, az a neve, hogy Logosz. Ez egy ilyen Biblia ismertető társasjáték, Ó és Új Szövetség. Hát fel is olvasom, hogy mi van hátulja írva. A Biblia minden idők legbefolyásosabb és legfontosabb könyvgyűjteménye az emberiségnek. Keresztényeknek Isten kinyilatkoztatott igazsága, nem hívőknek kimeríthetetlen irodalmi, politikai, történelmi kultúrkincs. Ebben a társasjátékban, amelynek már 12 éves múltja van, két játékot találunk. Az Ószövetség megismerését színes képek a lényegre törő kérdések teszik egyszerűvé. Az Új Szövetség egy vándorlás. Betlehemből kell Jeruzsálemen át Emmausba jutnunk. Közben tevéket itatunk, Jézussal halászunk, datóját szedünk, és persze meg annyi bibliai kérdésre válaszolunk. A Logosz minden gyermeknek építő, hasznos, kellemes időtöltés. Kalandra fel! Mint ahogy olvastam, ennek két része van. Az egyik az egy ilyen, hogy Betlehemből kell. Igazából Betániába eljutni. Hát mindegy is. És itt a másik oldalon, pedig ez egy ilyen, hogy vannak így képek, és el kell jutnod egyik képről a másikra, és mikor átjutottál mondjuk erre a képre, akkor meg kell válaszolnod egy kérdést, és hogyha jól válaszolod meg a kérdést, akkor megkapod a képet, és ráteheted. És amúgy itt vannak Ószövetség és Ószövetségi kérdések. Hát ennyi is lett volna ez a videó, és köszönöm, hogy megnéztetek engem. És holnap után egy énekes videóval várlak titeket, szóval sziasztok!